Sziasztok, Red vagyok. Valahol itt hagytuk abba, vagyis hát itt hagytuk abba, hogy ugye leszálltam, és rögzítettem ehhez a ponthoz a űrhajót, ami már most már bázis. Reflexeltem róla a hajtóműveket, meg a tetejére. Áthegesztettem, meg felhegesztettem a többi napelemet, hogy gyűjtse az energiát, ugye mert a hajón jelenleg nincs reaktor, ami volt, ugye azt leflexeltem, és akkor a négy akkumulátor töltődik, hát hogy milyen állapotban, így elvileg azt mutatja, hogy félig van, ugye ebből van négy darab, no de akkor, hogy tudjunk tovább haladni, építeni kell egy kicsi fúróhajót kell építeni mindenképp. Lássuk, akkor azt mondja, hogy nem, ha kinyitjuk ezt. Hát ezek egy ilyen. Igen, ez fájó pont neki, de akkor én ezt úgy teszem, hogy külön. Igen. Na most azon az izélek, hogy úgy kell csinálni, hogy vagy valahogy a tetejét is meg tudjam heggezgetni, ugye mert a Földön a gravitációt le kell küzdeni. Na de jó lesz ez így. Jó. Jaj, ez visszakapcsolom ezt a HUD-ot. Tabulátorral lehet kibekapcsolni, hogy lássam is, hogy mit akarok. Így. És akkor új kis hajó. Igen, egy ilyet szeretnék, köszi szépen. Így valahova ide középre pattints le. Kb. Mindegy, mert ez a talp, ez ilyen idéglenes talp. Nem lesz a hajónak talpa, hanem majd egy konnektorral fog csatlakozni a hajóhoz, ami keresztül a nyersanyagot vissza is tudom tölteni. Tehát már mint hogy nem is kell tölteni igazából, mert hogy csatlakozok hozzá, be is szippantja a nyersanyagot a refinery, és plusz azon a konnektoron keresztül tudom tölteni a hajó, kis hajónak az akkumulátorait, mert neki nem lesz akkumulátora, mert vagyis lesz akkumulátora, napeleme nem lesz. Az olyan célból, hogy ne foglalja a helyet, mert a napelem az baromi nagy helyet foglal el, de nem ezt akartam ide tenni. Baromi nagy helyet foglal el a napelem, és ezáltal nem lehetne vele rendesen fúrni, meg hát rommá törne meg ilyenek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a fejemben egy kis fúróhajó elképzelés, és az alapján fogom most ezt megépíteni. Nem először építem meg, ez is igaz. Tehát ezt a fúróhajót már építettem meg, és megtehetném azt is, hogy ugye már a kész kis hajót kész kis hajóra csinálok egy blueprintet, tehát egy tervrajzot, és azt itt kivetítem egy projektorral. Na de ez nem olyan izgalmas. Majd egyszer azt is megmutatom, hogy hogyan működik ez a projektoros kivetítős mindenség. Szerintem most így emlékezetből egy kicsit szebb meg jobb. Érdekesebb. Aha. Most ez így idefér. Csak kérdés, hogy akkor utána odafér-e az, amit én akarok. Tuti nem fog. Mert ide akarok egy pilótafülkét.
És odafér. Azt mondja, hogy... Oké. Szuper. Nekem beltérlő, az benne van. 5 kijelző. Még ha látnám is azt, hogy mennyi számítógép kell. 5 számítógép. 5 kijelző, 5 számítógép és 30 golyóállóüveg. Öt számítógép, öt kijelző, egy kijelzőm van? Off. Mami. És 30 golyóállóüveg. Oké. Termeljünk kijelzőt. Még négyet, igaz? Egy, kettő. Aha, nincs szilikonom. Jó. Azt mondja, hogy... Jó. Golyóállóüveg, tele van szilikonnal. Ezért azt csinálom, hogy 10-et elbontok. Termelés. Nem kell. Szétbontás, 10 golyóállóüveg, az összes bontsd el. Összeszerelés, és akkor még kell nekem kijelző 3 darab, 1, 2, 3. Jó, aztán ide-vissza, és akkor megvan az 5. Oké, számítógépet kivettem. Szóval a tervrajz alapján sokkal egyszerűbb építkezni, ugye, mert már nem kell a dizájnon gondolkodni. Leggyakrabban amúgy kreatív módba, ahol nem kell hegezgetni, meg nincs nyersanyag szükséglet, ott szoktam az ilyeneket megtervezni, letesztelni, és hogyha működőképesnek ítélem meg, akkor hagyd szóljon alapon, ezt innen levágom, akkor úgy szoktam, hogy haj de haj. Most azon gondolkodom, hogy hol is volt az. Hát 3 biztos, most a fúrónak a konzolját akarom letesztelni. Ott fog jönni a cső. Mindjárt kiderül. Itt nagy dilemmában vagyok. Kiteszünk egy fúrót ide, fülke már nem kell. Jaj, nem ugrálni akartam. Tehát ha ide felteszem az egyik fúrót. Szerintem egyen lejjebb volt. Ja, igen, tuti. Bocsánat, hogy ilyen kicsit nyögős a dolog, de mint mondtam, nem a leggyorsabb, ugye ez a fajta építkezés. Hatos, hatos, hatos. És akkor oda megy az egyik fúró, ide megy a másik fúró. Így. Kezd most már fúróhajó kinézete lenni. Hát ezeket a konzolokat megheggeztem. A fúró még nem biztos, mert mintha valami nem kerek lenne. De majd kiderül. Azt mondja, hogy... Az úgy biztos már ott lesz csövezve. Igen, igen, igen. Jó. Mehet a felső konzol. Ide még talán vissza tudom tenni ezt a bigyót. Még vissza. Ó, de sír. Szerintem. Nézzük. És akkor
Oda is akarok egy fúrót. Már nem emlékszem. Tegyük oda, nézem. Igen, jó, így lesz. Akkor fülke magasságáig felrakom. Jó. És akkor oda is teszek még egy fúrót. Így. Oké, így fogok támadni. Igen, ez jó, jó ez a konstrukció. Egesszük meg, amit tudunk. Jöjjött, srácok. Úgy baromi hosszú ideig tart. Gyorsan befejezem az egész vázat. Azt mondja, hogy ide kell nekem 2 darab akkumulátor. Össze is akarom csövezni. Azt mondja, hogy kicsi ilyen, kicsi cső. Hetes. Ide teszek 2 akkumulátort. Ez lesz a hajónak a motorja. Vagyis az energiaforrása, mert motor gyanánt pedig ilyen kicsi, ilyen small atmoszféra hajtóműveket fogok felrakni. Jó pár darabot, mert muszáj. Ugye ezek fogják így mozgatni a dolgokat. Mert most pontosan még nem tudom, hogy hova. Jó. Na, ezt gyorsan meghegeztem, és akkor jövök vissza. Elvileg kész a hajó. Elvileg. Azért, mert még nincs kipróbálva, hogy minden készen van-e. A hajtóműveket összecsoportosítottam. Azért ki is kapcsoltam. Srácok, nincs más hátra, mint a puding próbálja az evés címszóval. Ugye ide fent, ugye az aján, na akkor gyorsan magyarázok, mielőtt makogok jobbra-balra. Tehát ugye a fúrókat összecsöveztem, és azt az alsót be is kötöttem ebbe az alsó konnektorba. Ugye ezen keresztül a fúrókból az összes nyersanyag a konnektoron keresztül, majd csatlakozáskor megy az állomásba be. Felpakoltam 2 aksit, hajtómű lefele és előrefele hajtómű, tehát pontosabban ami lefele, hogy mondjam, tehát lefele tol, tehát végülis ami emel, meg ami hátrafele visz, azért van 3-3 darab, mert ugye a lebegés az nagyon fontos, meg amikor fúrok, akkor úgyis egy kicsit orra fogom dönteni a cuccot, az egész gépet, és baromi nehéz lesz. Valószínű, hogy nem fogja, sőt, biztos, hogy nem fogja tudni azt megengedni magamnak, na, hogy atya ég, nem tudok beszélni. Tehát, hogy nem fogom tudni azt megcsinálni, hogy mind a 4 fúrót telefúrjam, mert olyan nehéz lesz, hogy egyszerűen nem bír majd mozogni. Ahhoz még több hajtómű kellene, de akkor az megint plusz hely, és úgy, tehát a cél az, hogy ez egy ilyen hernyó fúró, tehát, hogy akkor a lyukat fúr maga előtt, amikorában ő maga is belefér. Szóval nem kell sokat beletökölni. Jó, tehát előre-hátra, előre-fele toló hajtómű csak 2 darab van, hátrafele, meg felfelé, ugye azt mondtam, 3-3, vagyis oldalanként 3, tehát 6 darab van, mert lebegni kell, meg majd a lyukból felfele kitolatni. Muszáj, oldalra egy-egy fúvóka, és kb. Ennyi. A fülkében nincs oxigén, lehetne tenni rá oxigéngenerátort, oxigéntartályt a fülkéhez lehetne csatlakoztatni, de az megint plusz súly, bla bla bla, szóval nem kell. Ezért beülés előtt J betűvel mindenképp felveszük a sisakot, és akkor a jelenlegi oxigénünket fogjuk használni. Ú, jó, ki vagyunk görgetve. No, így néz ki a vas, ugye össze van csoportosítva egy pár dolog, nyomok egy G betűt, akkor előjönnek ezek az eszközök. Csoportoknál ugye van egy olyan, hogy hajtómű, ez a egyik legfontosabb,
ezt egy key bekapcsolásra tesszük. A négy fúrót összecsoportosítottam, az is egy key bekapcsolás. Kell még nekem egy ilyen, hogy akkumulátorok. És ezt újra töltésre állítom, hogy on-off. Mert azzal fogom ugye visszatölteni az aksikat a bázisról. És kell még egy ilyen összekötő. Ennek is kell egy ilyen kibe kapcsoló blokk. Azért, hogy majd el tudjak szakadni az állomástól. Az érzdetektort is ide betehetem. Feleslegesen ugye. Például most ne fogyasszon áramot. Oké, akkor. Jó, ott írja, hogy 95 napra elegendő repülési idő van, de hát ez mindjárt meg fog változni, ha bekapcsolom a hajtóműveket. Oké, elvileg. Most még rögzít van, de igen, arra is van, és jobbra-balra is van. Jó, nyomok egy P betűt, és felemelkedünk. Működik a vas, gyerekek. Oké, feltöltöttem a ruhámat. Ugye mivel be van csövezve az orvosi szoba, a generátorral oxigéngenerátor össze van kötve, ezért hogyha van jég az oxigéngenerátorban, akkor a hidrogént, az oxigént, az életenergiát és tehát az életerőt és az energiát is feltölti az orvosi szoba. Oké, újra sisak fel, haladjunk, meg ránk fog sötétedni, nem gond, egy ilyen félig töltött akkumulátorral is neki vágunk. Ugye első momentum, hogy akkumulátorokat lekapcsoljuk, UV-kák, P-vel eloldjuk a tuccot, és valószínűleg így is elbír rugaszkodni, oké. Ugye a repülésnél nagyon fontos, hogy a horizontot mindig figyelni kell, mert 26-28, jobb alsó sarukba írja, annyi idő, 28 perce van energiánk repülni. Ugye nincs, két akkumulátorral repülünk, nincsen semmilyen energia más forrásunk. Szóval mindig muszáj, vagy figyelni kell, hogy a hajót horizonton kell tartani, de erről már sokat beszéltem. No, és mivel tudom, hogy ugye itt van az érc, meg is van jelölve nekem. De azért bekapcsolom, hármassal bekapcsolom az érzdetektort. És hogyha lejjebb megyek, ugye akkor ebbe a sőt, látszik, hogy ugye ez sötét, van itt egy ilyen sötétebb folt. Majd mindjárt meg is állok, mert hátrafele olyan gyors vagyok. Jó, ereszkedünk egy kicsit. Tehát urán, vas és arany van ebbe a foltba valahol. Hát ilyen kis hajóval a fúrás nem egyszerű, azért ezt már most így előre közlöm mindenkivel. Főleg itt gravitációban. Na, mert a négy kis fúró azért azt tekerni fogja rendesen ezt a dolgot. Szeretném, hogyha megjelennének az ércek. Ugye, így van, ott is van. 100 méteres, azt, ha jól tudom, 100 méteres a reaktor. Az érc detektornak a hatósugara. Ott azt írja nekem, hogy itt van előttem az a vas. Így 90 pár méterre előttem. Már most itt alattam 75-re is ír. Próbálom viszintesen tartani. Azért írja így össze-vissza, tehát azért ugrál, mert általában egy ilyen vékony vagy picit vastagabb rétegben itt elterül a földben a cucc, és tehát végülis több helyen érzékeli. Na akkor úró be, és már nézzétek meg, már most, hogy elkezdte remegtetni, meg tekergetni, meg minden. Szóval óvatosan ezzel a gravitációs fúrással, én azt mondom mindenkinek. És figyelni kell a tömegre, jobb felül mutatja, jobb oldalt. Tehát jobb alsó négyzetben a felső sor, a tömegünk 16.625 kg. Tapasztalatból mondom, hogy ez körülbelül 130 ezer kilót bír ez a fúvókarendszer. Tehát többet nem.
Tehát erre figyelni kell, hogyha megvan a 130 ezer súly, elértük, akkor sajnos ki kell üríteni a hajót, mert egyszerűen nem lesz képes fenntartani a fúvókák ezt a tömeget, és le fogtok zuhanni. Tehát erre figyeljetek oda. Elértük a kritikus határt, ugye 160 ezer, szépen tolatok kifele. Még ki nem érek a lyukból, addig mindig bekapcsolva hagyom a fúrót, pont azért, hogy még egy minimálisan így is tágítja a lyukat, és akkor most itt kikapcsolom, vízszintbe hozom a gépet, és ezzel a tömeggel, látjátok, a fúvóka úgy dolgozik, mint az őrült, nézzétek meg, ami függőlegesen tart, szinte majdnem maximális teljesítményen fúj, hogy engem megtartson. Oké, és egy dolgot nem csináltam meg, most, hogy itt vagyok, már látom. A bázist nem jelöltem be GPS-en, szóval okoska vagyok. De mivel tudom, hogy nagyjából itt van való a dombtetőn, ezért valószínű megtalálom. Na, srácok, még oda kecmergünk, addig elkezdek egy kicsit másról beszélni. Játékkal kapcsolatos. Méghozzá. Ugye elkezdtünk mi egy szerven játszani többen. Árkból tomboló, meg aki, meg még egy páran. És akkor most jön felétek a nagy keresztkérdés, hogy hogyan tovább. De itt a bázis megtaláltam. Yeah! Szóval mit szeretnétek inkább látni? De ezt mindjárt leteszem, ezt a vasat. És akkor megmutatom ugye, hogy el fog tűnni a... Ó, picit nagy a tömeg. Nem igazán szereti, nem igazán áll meg egyből, ahogy én szeretném. És akkor folytatom ezt a gondolatmenetet. Bocsánat, csak koncentrálok. Nem szeretnék felkenődni, vagy lekenődni a földre, vagy a hajóra, vagy bármire. Oké, és picit fordítok rajta. Jó. Előrébb. Kameraváltás. Na és akkor ekkora tömeggel nagyon vigyázzatok az ereszkedésre. Csak épp, hogy megpöccintem a C-t, és úgy zónok, mint egy kő, mert ugye ezt a tömeget meg is kell, hogy fékezze az a hat hajtómű. Ugye 8-as látom, be van kapcsolva a csatlakozó. Egy picit jobbra megyek. És már is összeszippantotta. Nyomok egy P betűt. És nézzétek meg, a tömegem már is lezuhant. Kikapcsolom a hajtóművet. Aksikat töltésre teszem. A tömeg lezuhant, ugye, mert már hallom is, hogy dolgozik a refinery, de szerintem követ hoztam, meg ugye jeget, és az igazából nem kell. Mármint a kő, hát sódát lehet belőle csinálni, igen, így is veszem. Nem is kell, hogy ennyit lefinomítson. Tehát sódát csinál, a sódát pedig egyedül reaktor cucchoz kell. Nem akarok reaktort egyenlőre. Jó, oké, srácok. Akkor most gyorsan váltok, és felteszem a nagy költői kérdést. Ez az a világ, amit együtt kezdtünk a többiekkel. Konkrétan az árkból már ismeritek tombolót, akirát, és szokott még játszani Moldi, meg Axa, és igazából arra vagyok kíváncsi, hogy inkább erről legyen videó, tehát hogy így csapatba együtt kezdünk el fúrni, faragni, heggeszteni, vagy inkább a szóló világot néznétek szívesen. Na, ennek a világnak annyi a története, majd mindjárt látni fogjátok, egy ilyen kis sárga bádog dobozzal megérkeztem, de nem a földre, kérem, a Holdra. Itt vannak ilyen kis
pár másodperces beakadások, ugye, mert ez egy szerver, nem lokálon fut, kicsit nehezebben mentél. Szóval ott a Föld, ott a Mars a bolygójával, az ott az Alien, és ott a pici holdja, na de nem ez a lényeg. Tehát a holdra jöttem direkt, és egy este alatt, tehát egy pár óra alatt, így mondom, tehát real time vagy pár óra alatt, már itt tartunk, hogy igazából ezzel a bádogdobozzal itt leszálltam, átheggeztettem az ülést, meg az orvosi szobát, kicsit itt feltérképeztük a környéket, és a fiúkkal elkezdtünk fúrni, faragni, és igazából építeni meg a tomboló kezdett el gőzerővel, mint látjátok már. Három refinery van, rajta vannak a produkt, tehát a boostoló egységek, mind hatékonyabbá teszi a refinery, tehát ugyanannyi nyersanyagból sokkal többet finomít, az összeszerelőn is rajta vannak, az meg azt hiszem, hú, mert most, hogy energiát spórol meg, vagy időt, azt nem tudom, de szerintem ez meg időgyorsító, tehát ugyanazt a terméket sokkal rövidebb idő alatt gyártja le. Nagy konténerek, már védelem is, ugye, mert ez egy PvP szerver, és itt épül a bázis, reaktorral, közepén, hogy azt majd jól megvédjük, elvédjük, orvosi szoba, meg ilyenek, tehát tomboló épp ott heggeszt valamit, nem tudom mit bütyköl. Ott repked egy, kevés az oxigénem, ott repked valamit, na mindegy, nem tudom. Szóval ez a kérdés, és itt a Holdon majd megtámadjuk a Földet, gyerekek. Hogy ezt néznétek szívesebben, hogy együtt, itt ezt elkezdtük építeni, és akkor ezzel most már folyamatosabban beszámolunk, vagy maradjon az egyéni, egyedüli projekt. Ezt kommentekben itt a videó alatt írjátok meg. Köszönöm szépen! Sziasztok!